Haríték és Tufanyuszi részszájú aranyos Józsi bogarak, itt COA, CO tényeivel. A mai nap egy régebben sokkal többet, ma már viszont kevesebbet forgatott kérdésre fogok választ adni. Vajon a trappek melegek-e? A válasz pedig egyszerűbb, mint gondolnánk. De azoknak, akik netán egy régen feledett Tesco-s bevásárló kocsi alatt élnek a Duna mélyén. A trap az a modern kifejezése technikailag a transvesztitának. És aki netán nem tudná, mi az a transvesztita. A transvesztitizmus fogalma az ellenkező nem ruháinak viselését takarja, tehát az ellenkező nem ruháit viselő személy a transvesztita. Azonban a szónak emellett sokszor más kiegészítő jelentése is van. Tehát akkor a tényekre térve, melegek-e a trappek, vagy netán meleg vagy-e, ha felállt neked egy trappre, mert tudom, hogy mindenki emiatt van itt, mert mi más miatt. Ha netán mém miatt valaki trap, akkor valószínűleg csak szórakoztatás miatt csinálja, vagy hasonlók, illetve nem minden transvesztita meleg. Illetve ha netán vonzalmat éreztél egy trap iránt, akkor van arra is magyarázat, és ezzel megválaszoljuk, hogy meleg vagy-e vagy sem. Igaz, mindjárt 2020 szóval kit érdekel, ha meleg vagy úgy őszintén. Szóval, ha vonzalmat éreztél egy trap iránt, de nem vagy meleg, az azért van, mert nőies, és az agyad azt nem látja, illetve nem gondol bele, hogy ez egy srác, és a vonások miatt nőként regisztrálja, és ezért lehet az, hogy bejön egy trap, de ha a slingslong miatt izgulsz rá, akkor van egy rossz hírem, barátom, mert az kurvára buzis.